Szerintem legalább 4 éve volt már az, hogy utoljára Dynaudio-s videót csináltam. Az akkori Emit sorozattal, meg a most is kapható Evokkal már foglalkoztam, mindegyikről volt egy-egy bemutató videó. Most az Evokkal nem is foglalkoznék, hanem inkább az Emittel, mert szerintem az az egyik legérdekesebb, így a, legalábbis a legtöbbünket szerintem ez érdekli, így árfekvés szempontjából, mint Dynaudio kínálat, hiszen ez az ő belépő szériájuk, és ez volt mindig is a belépő. Az előző generáció, azt gondolom, hogy sokkal inkább színesebb, és egy kicsit ilyen mindenkinek adjon egy ilyen kielégítő, nagy és dögös, meg picit ilyen túlzó, mélyekkel rendelkező hangzást, ami egy árértékre emelő nagyon-nagyon jó doboz volt, meg nagyon meglepő volt, de hát egyértelműen volt egy színe, egy hangja, és valakit azért céloztak azzal a hangzással. Ez az új Emit széria, én azt gondolom, hogy minthogyha, azt nem mondom, hogy nincs köszönő viszonyban se, de mintha egy teljesen másik szériáról lenne szó, mert egyszerűen csak felnőttesebb, átgondoltabb, meg egy kicsit ilyen zenei élményt adnak ezek. A dizájnról ugye nem is beszélve, ugyanis az előző generációban egy csomó kis csavar meg luk volt így a front oldalon, ugye akkor még nem is mágneses volt a hangszóró takaró sejem, hanem ilyen bepattintós, ugye ezt ennél az újnál már látjuk, hogy nem így oldották meg, hanem okosan, ugyanis mágnesesen rögzíthető. Na de adjuk is most ezt a régi Emit szériát, és beleugranék gyorsan, hogy mit kínál ez az új Dynaudio Emit sorozat, abból is az Emit 20-as, amivel kezdeném, mert azt gondolom, hogy árérték arányban, ahhoz képest, hogy ez mennyibe kerül jelen pillanatban, 370 000 forint, egy elég nagy dobozról van szó, jó testes mélyekkel, ami ebben az árfekvésben nem feltétlen evidencia, így a gyártókat nézve úgy általánosságban. A 28 mm-es puha dóm magasat egy-egyben a nagyobbik Evok szériától örököltük meg, úgyhogy a gyártó korábbi generációval szemben azt ígéri, egy jóval sejmesebb, édesebb és egy könnyebben hallgatható karaktert kapunk. Alatta található 180 mm-es magnézium szilikát polimer mélyközép hangszóró, ugyancsak az Evok szériától örökölt több elemet is, viszont ez azért nem egy-egyben ugyanazon hangszóró. A doboz változatlanul hátsó reflexes, és egy érdekes spirál textúra segíti a levegő áramlását és a turbulenciának az esetleges semlegesítését. A keresztváltó is megújult, és büszkén írja a gyártó weboldalán, hogy ugyanazon csapatnak a munkája ez a keresztváltó, mint akik a Heritage Specialt és a Core-t is tervezték. Dizájnban tökéletesen illeszkedik hozzám mind a Dynaudio Stand 10-es és Stand 20-as állvány, viszont mivel nekem itt csak Stand 20-ason van, úgy ezt láthatjátok alatta. Nyilván a Stand 10-es is illeszkedik hozzá tökéletesen, viszont nekem így méretben, dizájnban sokkal jobban illik hozzá arányaiban a Stand 20-as, bár árban meg lehet, hogy egy kicsit húzós hozzá, hogyha azt nézzük, hogy azért ez 400 000 forint alatti sugárzó még mindig. Én nagyon örülök neki, hogy a dizájn ennyivel puritánabb lett, illetve kapott egy kis játékot is a front oldalnak a felső és az alsó élet, ugyanis van egy ilyen törés és ív benne, ami egy kicsit így játszadozik a fénnyel, szóval nem egy sima fekete dobozt kapunk, vagy fehéret, vagy diót, attól függően, hogy milyen szint választunk, hanem egy pici kis formatervezés rajta. Az Emit 20-as 10,3 kg, 205 mm széles, 370 mm magas és 312 mm mély. Méreteket azért említettem ennyire így külön kiemelve, mert hogy ebben az árfekvésben azért a legtöbb gyártó kisebb vagy kompaktabb dobozokat gyárt, amiknek ugye egy egyértelmű hátrány az az, hogy nincs olyan mély kiterjesztésük és testük meg erejük. Szerintem az Emit 20-as azért elég sok sugárzót a piacon maga mögé fog utasítani ilyen természetesen mély érzet szempontjából, és talán egy dobozt tudnék csak említeni, vagy talán kettőt, amit így mellé lehet rakni, de még azok sem igazán érik utol öblösség szempontjából, de erre mindjárt kitérek. Összesen 4 erősítővel hallgattam eddig az Emit 20-asat, Hegel H95, Arkham A5-ös, Fels Taurus 5060-as és Fels Titania. Hegelen nyilván meg kellett hallgatnom, hiszen ugye a világ egyik legnépszerűbb párosa, ha Dynaudio-ról van szó, akkor az általában Hegel szokott lenni. Szóval a Dynaudio-knak van azért egy olyan jellegű mély kiterjesztése, ami egy kicsit ilyen becsapós. Mert hogy ha valaki egy ilyet hallgat, és nem nagyon hallgatott még ilyen jellegű rendszereket, vagy nem hallgatott még Dynaudio-t, vagy esetleg mondjuk pont egy ilyen Bowers & Wilkins 607 mellé odarakod, akkor ég és föld a különbség mélyben. Szóval még mondjuk a Bowers 607-nek kopog és kemény, meg ilyen nagyon élére állított mélye van, és nem igazán van egy ilyen kiterjesztett öblössége a dolognak, úgy addig ez pedig úgy szól, mintha be lenne kötve valami kisebb, kompakt mélysugárzó, valahol nem látod. Szóval elképesztő kiterjesztése van, hogyha valaki minél testesebb és ilyen
természetesebb, adagolású, mély mennyiséget akar egy állványos dobozból, akkor majd, ha nem ez az egyik olyan, amit tudok javasolni én félmillió forint alatti árfekvésben, ami nem mondjuk Fine Audio F500-as, F500 SP, vagy mondjuk Revel Concerta 2 M16, de annak sincs szerintem ilyen mélye, mint ennek. És pont ezen mély stílusa mi a jó a Hegel mögé, mert ugye a Hegeleknek a csillapítási tényezője azért egészen magas, és ennek az eredménye, hogy jóval feszesebben kontrollálja a mélyközép hangszórónak a kilengését, mozgását. Ebből fakad az, hogy egy feszesebb, kontrolláltabb végeredményt kapunk így hallgatás szempontjából is. Szóval, hogyha valakinek mondjuk tetszik a Dyna Audio hangzás, de mondjuk az adott szobába kicsit túlzásnak érzi mondjuk 20-asnak a mélyét, akkor egy Hegel H95 ezt a lehető legjobban visszafogja egy picit, és megmarad az a szép testes érzés, de nincsen olyan hosszú lecsengési idő, ami bármilyen folyós, puffogós vagy brummogós érzést adna. Ami egy nagyon nagy különbség egyébként pont itt a mélyeknél, mondjuk a régi EMI céljával szemben, hogy vissza lehet fogni ezt mélyet annyira, hogy ne legyen annyira túlzó, és ne telepedjen rá a hangképre, és nem szükséges ehhez mindenképpen egy Hegel, mert bármelyik másik erősítővel próbáltam, egészen hasonló kontrollt kaptam. Ami viszont nagy különbség volt az erősítő párosítások között, hogy a Hegel-el volt azért a legkevesebb vagy legszálkásabb mély mennyiségem, de még azzal is azt mondom, hogy kifejezetten mély erős hangulata volt egy-két olyan zenének, amiben a mély azért úgy forszírozva van. Rát kötöttem, azért egy picivel vastagabb és maszkulinabb lett ez a mély eredmény, de maga a kontroll egészen hasonló volt. Az Arkham A5-ös talán még egy lapáttal rárakott, és a kontroll az talán nem volt annyira feszes, mint a másik kettőnél, viszont cserébe sokkal vastagabb és sokkal ütősebb volt. Szóval, hogyha elektronikus zenét hallgat valaki, vagy minél vastagabb, izmosabb hangot szeretne hangerőtől tök függetlenül, akkor érdemes azért az Arkhamnak a rádia családját is megnézni egy Dyna Audio Emit mellé. Fast Titaniát majdnem felesleges itt említenem szerintem, mert nem gondolom, hogy túl sok ember fog egy Emit sugárzóhoz, legalábbis nem egy állványoshoz, egy Titaniát venni, de hát az nyilván ilyen erő, megmarkoltság kontroll szempontjából azért jóval durvább volt, mint a másik három erősítő, de hát az egy 1 millió forint fölötti csöves KT88-as erősítő, úgyhogy egészen más kaliber. Szóval mélyek szempontjából arra lehet számítani, hogy nem nagyon spóroltak, viszont nem az az ormótlan arzbomászos mennyiségről van szó, amivel nehéz mit kezdeni. A középtartomány szempontjából a szokásos Dyna Audio-s hangulat azért egy az egyben jelen van, tehát nem az arcodba mászik, nem kiabál, nincsen széthegyezve meg szétvényezve a hangkép egyáltalán, úgyhogy azt mondom, amikor elkezdesz bármilyen zenét hallgatni, akkor szépen bentről egy ilyen nagy tágas térből szól minden. Összehasonlításképpen megint azt tudom mondani, hogy ha Bowers-el mondjuk összeveted, ami egy tök hasonló árfekvés, vagy talán mondjuk 20 000-re többe kerül, mint ez, akkor ez egy jóval élesebb és ilyen kicsit harsányabb, karistolósabb hangzási középtartományban, ez pedig azt mondom, egy kicsit vastagabb, szélesebb élményt ad, teltebb és egy picit melegebb a tónus, legalábbis ahhoz képest. Önmagában is egyébként, viszont a Hegel-e volt, meg a Festorus a legkevésbé meleg ez a karakter. Az Arkammal nekem egy kicsit már túl krémes, meg túl édeskés volt ez a közép szekció, ami egy-egy ilyen gitárhangnál, akusztikus hangszereknél egyáltalán nem volt zavaró számomra, viszont amikor olyan énekhangokat hallott, amiről tudom egyébként, hogy jóval élesebben vannak mixelve, ott az Arkham kombóval egy kicsit számomra füstös volt az érzet. Ha valaki ezt a jazzklubos ilyen árnyaltabb hangulatot keresi, akkor abszolút lehet abba az irányba is menni, de ez egy egyértelmű különbség volt mondjuk egy Arkham rádia és Hegel meg Festorus között. Hegel-el és Festorusszal nagyon-nagyon hasonló volt egyébként a középszekció is, viszont a Hegel szerintem azért csak-csak technikai volt, kicsit ilyen szűkebb volt az egy-egy énekhang. Az biztos, hogy a Hegelnek a hangja nagyon-nagyon jól áll a Dyna Audio mögé, úgyhogy ha csípőből a lehető leguniverzálisabb hangot kéne javasolnom, akkor biztos, hogy a Hegelt javasolnám meg a Festoruszt. A Festorus és a Hegel között annyi volt a különbség, hogy a Festorusnak szerintem a középszekció rajzolt azért kicsit tágasabb, meg szélesebb volt, szóval ha egy-egy hangot nézünk, akkor egy nagyobb és erőteljesebb vagy grandiózusabb élményt adott, plusz még a fénymennyiségből is azért egy picivel több volt a Festorusnál, mint sem a Hegelnél. Magas frekvenciák szempontjából egészen közel állt a három termék egymáshoz, így a Dyna Audion keresztül, de ott is azt mondom, hogy azért a különbség úgy hasonló volt, mint amit a középszekciónál is tapasztalni. Hegel és a Fez volt a lehető legfényesebb, nyíltabb és kitisztultabb érzés, tehát hogyha szeretnéd hallani ezeket a kis mikro meg a makro részleteket is ilyen jó természetes arányban, akkor ezt a kettőt érdemes szerintem meghallgatni. Hogyha az Arkhamnak a picivel melegebb tónusa tetszik, akkor azt kell, viszont nem volt olyan nagy különbség azért, hogy ez döntsön, inkább valószínűleg a középtartományunk a mélyeknek a rajzolata fogja eldönteni, hogy kinek melyik szimpi. A Dyna Audio magasai egészen nyitottak, pörgősek, gyorsak, és a mikro makro részleteket is nagyon jól kihozza. Viszont nem megy el abba a kis ilyen precíz, technikai vagy orvosi mérnöki hangulatba, hogy szétbontja egy nagyon-nagyon durva darabjaira és pixeleire azt az egy-egy részletet, és akkor úgy kiemeli, hanem azt mondom, hogy inkább egy zenei élmény ez.
Azoknak kell ezt választani, akik egy könnyen hallgatható, természetes és ilyen valósághű érzetet keresnek, ahol a mikro és a makro részletek közötti arány az meg van tartva. Hogyha te egy nagyítót keresel és nagyítóval akarod azt a zenét hallgatni, akkor az nem ez a hangzás lesz, vagy akkor érdemes tényleg inkább a Hegel irányba elmenni, ami minél durvábban kihozza és minél fekete-fehérebben ezeket az apró részleteket. Összességében azt gondolom, hogy a Dyna Audio Emit az egy jóval zenei és kicsit ilyen klasszikus értelemben komolyabb doboznak mondható, mint sem az előző Emit. Én az előző Emitet inkább javasoltam volna olyan felhasználásra, ahol ilyen rugalmas, mindenes hangot keresel, de egyértelműen szempont az, hogy minél ütősebb és energikusabb legyen a mély mennyiség. Ezt itt is megkapod, de egyszerűen csak valahogy egy érettebb hangzás a végeredmény, sokkal inkább hallom egyébként az Evoke-ot ebben az Emit 20-asban, mint amennyire hallottam a régi Emitben, mert szerintem a régi Emitnek semmi köze nincsen az Evoke-hoz, na ennek pedig olyan, mint hogy egy kis Evoke lenne kvázi, ami, ha megnézzük az árakat, akkor az egyáltalán nem egy rossz hír szerintem, mert hogy az Evoke azért nem egy olcsó doboz, ez pedig ugye még mindig azért 400 000 forintos árfekvés alatt található, legalábbis jelenleg. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg ember ezt fogja választani nagyon sok alternatívával szemben, mert hogy nagyon sok minden benne van, ami mondjuk más dobozoknál ebben az árfekvésben nem feltétlen. És most itt megint ugyanazt tudom mondani, mint a Bowers, hogy a Bowersben sok minden benne van közép-felső tartományban, ha az valakinek tetszik, az tök jó, viszont egy csomó embernek meg mély hiány érzete van. Hát akkor meg kell ezt hallgatni, mert ebben nincs semmilyen mély hiány érzet. Viszont nyilván, hogyha meg valaki nagyon durván sebészi, nem tudom én, kicsit hűvösebb, hidegebb közepeket keres, akkor az megint nem itt lesz meg, mert ebben azért egy kicsit ilyen kedvesebb és barátibb hangvétel van jelen. Fixen fogom itt tartani, hamarosan érkezik Emit 10-es is, álló Emit azt hiszem 50-es is, illetve a nagyobb szériák is jönnek hamarosan a Dyna Audio-ból, úgyhogy mindegyiket majd meg lehet hallgatni mindenféle erősítőn, és igen, Hegelekkel is meg lehet hallgatni, tehát hogyha valaki egy híres Hegel Dyna Audio kombot szeretné meghallgatni, akkor azt itt meg lehet tenni. Árak, információk és minden egyéb info a weboldalon megtalálható, link a leírásban. Ehhez a videóhoz tartozik egy kiegészítő cikk, ahol ehhez hasonló egyéb további vagy másabb infókat tudsz elolvasni erről a Dyna Audio Emit 20-asról a gedeonaudio.hu-n, link a leírásban. Ha pedig szeretnéd meghallgatni, akkor ugyancsak a weboldalon keresztül tudsz időpontot kérni.